Tekettő.hu-t nézitek, és az Asus X302L altípusú notebookot láthatjátok, ami a taiwani gyártó legújabb 13,3 hüvelykes olcsó notebookja, ugye az X sorozat alapból kedvező bárkategóriában startol, és ez egy igen kedvező konfigurációval elérhető új modell. A készülék 13,3 hüvelykes kijelzőt kapott 1360x768 pixel felbontással, matt felülettel, amely viszont csak TN panelt kapott, tehát látható, hogy felülről nagyjából nagyon rosszul látható. A fényereje az még így pillanatnyilag egészen rendben van. Fekete matt keretünk van oldalt, amely átlagos szélességű, felülre csak 64480 pixeles webkamera került egyetlen egy mikrofonnal. A készülék alja olyan, mintha alumínium volna, valójában azonban csak szálcsiszolt hatást keltő műanyag. A csukótámaszt egy oldalirányú szálcsiszolást kapott, míg azon még a billentyűzet alapja kis pöttyökkel van textúrálva. Átlagos méretű billentyűzetünk van, amely nem rendelkezik világítással, felső sarokban találjuk meg a bekapcsoló gombot. Látható, hogy elég kisméretűek például a kurzormozgató gombok, nyilván itt a hely szűkössége miatt. Ellenben a touchfer az kellően nagy méretű, multi-touch képes, illetve a beépített gombok is az érintőfelület részét képezik. A fedlap is ezt a kis pontozott mintázatot kapta, kicsit ilyen körkörös kialakításban, mintha egy zenbook volna. Picit fényes, nagyon jól néz egyébként ki, ez a fekete színű verzió. Elérhető még egyébként fehérben, barnában, kékben és pirosban. Oldalról megnézve 2,5 cm vastag a gép, tehát egy átlagos középkategóriás notebook vastagsága. Van kezdőtollókunk, SD kártyaszlotunk, két USB-nk. Még a másik oldalon találhatunk töltőcsatlakozót, RJ45-öt, VGA-t, HDMI-t, illetve USB 3.0-át és egy kombinált audio csatlakozót is. A gép akkumulátora, amely egy 38 wattórás kétszeles polimer telepbe épített, egyedül memóriát lehet bővíteni itt a kis ajtó mögött, illetve látható, hogy a processzor hűtése részlőcsöves, amely itt kikandikál a burkolat alatt. Alul látható a kettő darab hangszóró, ami oldalt van, és hát nagyjából ennyi, amit alulról láthatunk. Maga a készülék elég változatos hardware-rel érhető el, Haswell alapú, illetve Broadwell alapú processzorokkal is. Intel Core i7-5500U, i5-5200U, i3-5010U, illetve i3-4030U-val egyaránt megvásárolható lesz. 4-68 GB RAM kerül bele, 500-750 GB-os vagy 1 TB-os merevlemezt kaphat, 802.11 BGN Wi-Fi-nk lesz, ezen kívül ez a 1,59 kg a tömege, amely rendkívül kedvező. Maga a notebook általános sebességét tekintve nem rossz, nyilván az i3-4-as processzorhoz mérten, hiszen ebben a modellben éppen az van, meg is tudjuk ezt nézni. Látható, hogy ez éppen az 2 terabájtos háttértár van benne, bár ez nem egy boltban kapható konfiguráció, illetve ebben a modellben éppen a Core i3-4030U van 1,9 GHz-es magokkal, illetve 6 GB RAM-mal, Windows 8 operációs rendszerrel. Ez volt tehát az Asus X302L-a. Kövessétek továbbra is a Tekettőt, sziasztok!